Néhány perc alatt vége a november 20-ai képviselőtestületi ülésnek. Ebből az alkalomból kérdezem polgármester urat először is arról, hogy a két képviselő testületi ülés közötti időszakról beszokott számolni ebből a témából, mely fontosabbakat emelné ki, polgármester úr. Talán kezdhetnénk a rendőrséggel, rendőrség épületével kapcsolatosan. Igen, én is tetedek köszöntöm benneket, illetve a helyi tévénézőit. Valóban minden hónapban azzal kezdődött testületülés, hogy érintőlegesen, meg kell mondjam, tényleg csak érintőlegesen számolod be a képviselőtestületnek azokról a tárgyalásokról, amiken részt veszek. Illetve hát mindig megemlítem azokat a közszerepléseimet, tehát itt most a Dammönsbára gondolok például, vagy a Szatmányi Zöld bácsinak a emlékére rendezett ünnepségen vettem részt. Ezek fontosak, hogy a polgármester mely eseményeken jelenik meg. De konkrétan a kérdése rátérve Németh Gyula úr, alezredes úrral, a Pest megyei rendőrfőkapitányság alezredesével folytattam megbeszélést több alkalommal is, én pedig hát miről másról, mint a Szegi rendőrösről. A rendőrösről kapcsolatban jelen pillanatban azt tudom elmondani, hogy mi mindig arra a szerződésre várunk, megállapodásra, ami alá szeretnénk inni a rendőrséggel, hogy ez folyamatosan, hosszú időn keresztül rendőrösként fog működni, mert csak is akkor vagyunk hajlandók. Már kívül ugye megcsinálja az épületet, de a belsejét csak is akkor vagyunk hajlandók átalakítani rendőrös céljára. Mert hát képzeljük azt az esetet, hogy mégis valami közben jön, és mégsem töltik fel rendőrséggel, már pedig a rendőrös épület egy speciális, főleg belülről egy speciális jellegű épület, és ha azt még kialakítjuk sok-sok millió forintból, az másra bizony nem jó. Úgyhogy a tárgyalásaink során én rögzítettem azokat a pontokat, amit az önkormányzat feltételül szab, ilyen például, hogy mi ugyan kialakítjuk az épületet, de ők vállalják a működést, a működtetési költség azt a rendőrség fogja már viselni. Az egyszerű karbantartás, tehát most azt mondom, kiég egy villanyakhoz a rendőrség költsége, de hogyha mondjuk tatarozásra szorul majd az épület a későbbiekben, az pedig az önkormányzat. Na ilyen és ehhez hasonló rengeteg pontról egyeztetünk az ezes úrral. Mi közöttünk meg is kell mondjam, mert ebben nem volt vita, mi egy az egyben elfogadtuk a rendőrségnek az igényeit, a belső kialakítással kapcsolatban, hogy hát értelemszerűen ott különböző irodák lesznek kialakítva, csoportos megbeszélésre alkalmas helyek, lőszerszoba, szociális blokkok, szóval ami a különböző szabványokban ilyenkor elő van írva. És hát én már bízom benne, hogy napokon belül megérkezik a megállapodás tervezet, és aláírhatjuk, és végre, hát tényleg nem csak papíron, hanem már valóságban is létezik a rendőrös. Egyébként, hogy miért szeretném mindent írásban rögzíteni, mert én mondjuk fél éve, egy éve beszámoltam örömmel talán még a kamerán keresztül is a lakosságnak, hogy 16 fős rendőrösünk lesz. Ehhez képest már csökkent a létszám, már csak 10 emberről beszélünk, és majd nem PCL-el leszünk, hanem Dány fog hozzánk tartozni. Tehát folyamatosan változik minden, mint a Magyarországon általában. Hát a lényeg az végül is, hogy megvalósuljon ez az elképzelés. Nagyon fontos és biztos nagyon sok embert érdekel ez a téma, hogy a Benkovics utca fölötti terület végül is rendbetételre kerül a közeljövőben. Igen, én megmondom őszintén, hogy ez egy olyan kérdés, amihez magam is ilyen egyfajta tudathasáros állapotban álltam hozzá, mert egyrészt azt mondom, hogy ami olyan áldatlan állapotok ott vannak, ugye szeméthegyek, ez nem maradhatott. A másik pedig az, hogy valakik azt odahordták. És én azt gondolom, hogy ha valaki kimegy és megnézi ezt a területet, akkor azért ugyanarra a véleménye fog ülni, mint én, hogy valószínűleg nem a város másik területen élők, hanem ott a közelből kell, hogy valaki dohordja. És ugye többet nem mondhatok, mert akkor tulajdonképpen a gyanúsítás vagy a rágalmazás vétségét követném el, már pedig ezt nem szeretném. És, de mégsem maradhat így, tehát valahogy azt az ember kell ott tenni. De most ma volt nálam a
Gyenes Szilárd úr, a Zöldhíd Rédió Kft.-nek a vezérotója, és ma beszéltük meg azokat a megoldási lehetőségeket, hogy az önkormányzat számára a legkevesebb, a legkevesebbre kerüljön. Úgyhogy én bízom benne, hogy most van kedd, jövő hét végére, mert a jövő héten tudjuk lebontani a effektív a szemét elhordását, jövő hét végére, hogy újra egy szép, tiszta terület lesz. Be kell, hogy mondjam önöknek, hogy egyébként feljelentést tettünk ismeretlen tettes ellen környezetkárosításért. Úgyhogy én kérek minden segítséget, hogy amikor észlelnek ilyet, hogy valaki illegálisan szemetet helyez el, jelentség. Mert csak akkor tudjuk. Tehát jöjjenek be, szóljanak, hogy írják fel a rendszámot, mert ez a mi közös pénzünkből, amikor alig van, ez akkor még nagyobb feladatról az önkormányzatra, úgyhogy ebben mindenképpen egyfajta partnerséget kell lakosságról. Ha egy kicsit a pénzt érintettük, akkor a következő kérdésem az lenne, hogy bár egy városnak a pénztárcájában nem nagy tételt jelent az, hogy ha a biztosítási díjak csökkennek, vagy az intézmények energia árait sikerült csökkenteni bizonyos százalékkal, illetve a szennyvíztisztító beruházás önrészének is talán sikerül 15%-kal csökkenteni az összegét. Mégis úgy gondolom, hogy fontos dolgok ezek, és erről esetleg egy pár gondolatot, ha megosztana velünk, polgármester úr. Hát akkor ugye kezdjük az első felvetéssel a biztosítási díjakról. Durván 1,5 millió forint volt ideig a egy évben az önkormányzat vagyonbiztosítása. Ugye sok milliárd forintról beszélünk, ebben nem csak épp azok a székek, ami rajta ülünk, a hivatali épületen, a sportkörtől az iskoláig, az óvodától a bölcsödéig, a művelődési háztól a múzeumig, és hagyd ne soroljam tovább, az összes épületünk biztosítva van, és bizony ez egy jelentős tétel. Ez hát 1,5 millió forint volt idáig. És mert hogy mondjam, eddig is büszke voltam, hogy lényegesen olcsóban tudtuk ezt a vagyonbiztosítást tudtunk leszerződni mind a környékbeliek, és most tovább tudtunk sófolni lefelé, hála Istennek az áron. Megversenyeztünk 3 biztosítót, és a következő éve egy 30%-os árcsökkentést értünk el. A másik terület ugye a Sourcing Kft.-vel ma volt, ugye pont a tegnap volt már, hogy befolynak itt a napok. Tehát tegnap volt, amikor már régebben beszámoltunk róla újságban is, és a televízióban is elmondtam, hogy nagyon sok településünk van, tehát össze mi voltunk a gesztorok, közlegen volt egy elektromos állejtés, egyébként nagyon érdekes volt ezt látni, számítógépen lehetek figyelmet kísérni, melyik a ajánlattevő, hogy szép lejjebb az árakat, szóval egy igen érdekes valami volt, megmondom, hogy én magam is először láttam, én először voltam ilyen eseményem. És hát jelentős árcsökkentést tudtunk elérni, úgyhogy 19 forint, valahány fillért, 19-20 körül kilovattonként lesz az intézménynek az áram, és úgy jelentős, hogy ideig volt majdnem 21 forint. Tehát ugye miközben az energiának mennek föl, nálunk ez lefelé fog menni, ez már jelentős tétel, itt már milliós nagyságrendű a megtakarítás az önkormányzatunk számára, és hát boldog vagyok, hogy nem csak az önkormányzatunk számára, de a velünk együtt ebbe a beszerzési helyen részvevő többi partnernek is ugyanilyen járva lesz az energiaszolgálatban. És a harmadik az egy nagyon komoly dolog, ugye azt mondtam, hogy 15%-kal tudunk csökkenteni, itt mi arról tárgyalunk, hogy nekünk 15% az önrészünk. És mi ezt szeretnénk eltüntetni. Tehát a tegnapi nap folyamán volt szintén, hogy energiaközpontban tárgyaltam erről. Képviselőség felhatalmazott, és most az a 15% is úgy van, hogy van egy fix 5%, és mi 85%-ot nyertünk. Most a 82 lépésben lehet, a 85-től 95-ig terjedő részre is beadunk egy pályázatot, ahhoz el kell készíteni, és nagyon gyárk a pályázatot egy ilyen
egy ilyen vagyonfelmérés, költséghaszon elemzéssel, tanulmányokkal, mindennel. Ez lesz az alapja annak, ami alapján a 85%-os intenzitást akár 95-re föl lehet emelni, bár ebben megmondom, hogy nem hiszek, reális egy ilyen 90-92. És van egy úgynevezett 5% fix önrészünk, amiről most például az évben, ugye nagyon jó előre haladtunk, hála Istennek a munkával, és egy ilyen beadott számlánknak átvállalná talán a magyar állam, ebben is egy-két héten belül döntés születik. Na most ezek, ha minden egyes ilyen tárgyalásunk sikerül, akkor bizony, hiszen az önrészünk 90 millió forint, ebből a 90 millió forintból egy jelentős részt lehetne faragni. Tárgyalta a képviselőtestület a költségvetési koncepciót, illetve a 3/4 éves költségvetési beszámolót. Igaz, hogy a koncepció kapcsán még konkrét számokkal nem találkozhattunk, de azt már tudja a képviselőtestület, hogy a helyi adókat nem kívánja emelni. Így van. Először menjünk az adókra. Több alkalommal, több fórumon, országos fórumokon vettem részt, ahol már ügyesek polgármesterként jeleztem, hogy nem csak az ügyesek, de az egész magyar lakosság olyan vagyoni, gazdasági helyzetben van, hogy már adókkal tovább nem terhetünk. Ezért a mi képviselőtestületünk ezt átlátva úgy döntött, hogy idén nem fog semmi adót emelni. Természetesen hiányzik a pénz, hiszen azért azt már sejthető, hogy az önkormányzatnak a költségvetése talán szürkebb lesz, mint tavalyi, bár nem, de megmutat felelőssége. Azért keresem és válogatom a szavakat, mert felelősségről ebben az időpillanatban, vagy felelősséggel ebben az időpillanatban erről nem tudok nyilatkozni. Egyetlen dolgot, majd mondjuk a helyi adókhoz például, arról volt szó még ezelőtt egy hete, sőt még pár, nem is egy hete, 3-4 napja is még arról volt szó, hogy a úgynevezett vezetékadó, ami majd fogja a különböző szolgáltatót érinteni, önkormányzati adóbevétel lesz. Szombaton döntött a kormány, hogy állami bevétel lesz. Na ugye előbb a helyi adókról volt szó, például mi akkor is gondoltuk, hogy ha helyben élőket nem kívánjuk tovább terhelni, majd ez hoz be nekünk bevételt, de nem. Tehát, és ugyanígy vagyunk minden egyes adó nemmel, de hát látjuk, hogy a parlamentben is folyamatosan folynak az egyeztetések. Én megmondom őszintén, hogy magát ezt az eljárást nem kívánom véleményezni, hanem majd amikor a végeredmény van, akkor van értelme erről beszélni. Tehát azt beszélgettük a polgármesterről, például a polgármesterről, hogy tehát úgy költségvetési koncepciót tervezni, hogy újsághírekre, bejelentésekre alapozni nem lehet, amikor a törvény el van fogadva és jogerő lép, onnantól fogva látunk tisztán, hogy mik is a szabályok ezen a játéktéren. De azt már elfogadta a parlament, hogy az önkormányzatok bizonyos adósságát, ugye hitelállományát átvállalja, ezzel kapcsolatosan esetleg valami pozitív tudnivaló vannak? Hát pozitív tudnivaló, ez is nagyon képlékeny még azért, hogy azt tudjuk, hogy mi 5000 fő fölött vagyunk, nekünk nem vállalják az adósságunkat, és nem január 1-től, hanem majd valamikor a következő év közepétől. Azt azért el kell mondjam. Én ugye magyar állampolgár vagyok, nagyon szeretem az országomat, de a munkám Ischeszeg polgármesterről. Ezért én minden esetben ischeszegi polgárok érdekeit képviselem. És ha már szóba került a kérdés, azt el kell mondjam, hogy igazságtalanak tartom, hogy vannak települések, akik hatalmas adósságot halmoztak fel, ugye hallani a sajtóban, hogy van olyan egy fő első adósság, akár 1 millió forint, de bizony a környékünkben is nagyon sok településnek több százezer forint az egy fő első adósága, és eltörlik az összes adósságát, nem kell fizetniük, míg Ischeszegen az egy fő első adósság 60 000 forint, és ennek maximum a 70%-át vállalja a magyar állam. Tehát egy ischeszegi állampolgár esetében mondjuk 40 000 forint, ott áll jó az állam, amíg a másik is akár több százezer forintot. De ez sem igazi teljesen, hiszen úgy, hogy a miniszterelnök úr és a gazdasági miniszter is mondta, amikor az állam átvállalja az önkormányzatok adósságát, ez plusz tételt, plusz teherviselést nem jelent a magyar költségvetésnek, mégpedig azért nem, mert általában az önkormányzatok finanszírozásából vonja ki ezt a pénzt.
De mondom, ezzel is én azt mondom, várjuk meg a következő év közepét, amikor azt látjuk, hogy ebből is ezekre pontosan mi fog vonatkozni, és addig higgyék el, én minden egyes fórumon azért harcolok, és azért elnézést a kifejezését, kiabálok és veszekszem, hogy a mi városunk minél kedvezőbb elbírálásban részesüljön. És amikor a végére értünk, és meglátjuk, hogy hol mi történt, akkor túl kell minden felelősséget elsőnyelkozni. Legyünk ebben a témában optimisták. Egyéb iránt pedig elhangzott egy olyan téma is, amiről szintén lehet, hogy kellemetlen egy picit beszélni, és pedig az ÁZÁ-val kapcsolatos kintlevőségeknek a behajtása. Igen, ez ugyancsak a szemét, mint egy előbb pár perc ezelőtt beszélgettünk a Benkovics utcai szeméthegyről, vagy Benkovics mögötti szemétdombról. Ez ugyanaz Pepitában, hogy az ÁZÁ, ugye már az ő működése véget ért nálunk, de van 21 millió forint kintlevősége. És az önkormányzat kvázi kezességet beállt még annak idején a lakossági, a pénz be fog folyni, és ebből adódóan van egy 21 milliós lakossági hátralék, amit a isaszegi állampolgárok nem fizette be. Illetve nem az isaszegi állampolgárok, az isaszegi állampolgárok egy része. Itt egyébként jelentős tétel vannak benne a külterületi részeken lakók, ugye akik hétvégén idejönnek, vagy a nyári időszakban valamennyi itt élnek, és egyszerűen nem hajlandók befizetni a személydíjat. Na most ugyanakkor a 21 milliós kintlevőségünk van, amit akár az önkormányzatnak kéne helyreállítania, de van egy 11 millió forintos ÁZÁ mifelénk való számlakiegyenlítés, és abban állapodtunk meg az ÁZÁ illetékes igazgatóasszonyával, Seprényi Andreával, hogy ha szabad ezt a szlenget használom, szőr a szőrbe becseréljük. Tehát mi nem követeljük tőlük a 11 milliót, ők tőlünk nem követelik a 21 millió forintot, még egyszer megpróbáljuk adók módjára behajtani ezt a 10 milliós különbözetet, és amennyiben nem sikerül, ugye akkor az ÁZÁ tulajdonképpen eltekint a követelésétől az önkormányzata szemben. Tehát így azt kell, hogy mondjam, a városunk 10 millió forinttal jár jó. De tűrhetetlenek tartom, hogy vannak emberek, akik és vannak lakosok köztünk, akik ezt nem fizetik, és ezért a nagy közösségnek kell helyettük ezt megfizetni. Polgármester úr részt vett egy olyan tanácskozáson, ahol a környékbeli és Budapest bizonyos kerületeinek, a településeinek a polgármesterei is részt vettek, és egy ilyen közös kerékpárút létrehozását tervezgetik. Milyen esélye van ennek? Hát ez a, igen, azért ez a távlatjövő. Ugye itt arról szól a történet, hogy Magyarul, Szada, Gödöllő, Iseszeg, de inkább Gödöllő, Iseszegtől indult tulajdonképpen a Rákospatak, Pécel, és aztán 17. kerület, és így egészen a Dunáig. Ezen területeknek a polgármesterei jöttünk össze a 17-ben, Rísz polgármester invitálására. Egyébként ott volt György főpolgármester helyettes úr is, tehát a főváros is lát ebben fantáziát, érzének az elképzésnek a jóságát. Itt először is a szándékunkat fejeztük ki, hogy szeretnénk egy olyan kerékpár utat a Rákospatak mentén, bár ahol természetvédelmi terület, az természetesen nem a patak mentén, hanem gondolom, hogy erdei úton valahol, hogy ez a 30-40 km végig biciklizhető legyen. Ebből van a szakasz, ami egyébként elkészült, de ez a terv, ennek realitása, mert erre uniós forrásokat szeretnénk szerezni, ez a 2014-től 20-ig történő időszakban tud realizálódni, vagy magyarul megépülni. Még a tervezésnél sem tartunk, egyébként a jövő hét folyamán a területek főépítései jönnek le a koncepciális szinten egyeztetni. És az a nagy célunk, hogy polgármesternek közösen, hogy ezt valahogy a uniós tárgyalásokba becsempészni, hogy erre külön megcímkézett pénzt lehetne szerezni, és akkor elhárulnak az akadályok. Meg kell, hogy jegyezzem, talán feltűnt az isaszegi lakosoknak is, hogy most a második ízben volt Isaszegről a országúti kerékpár verseny befutójának a rajtja. Ugye, ami a végig megtiszteltetés a városunknak, hogy a verseny az innen idős, a parlamentnél van vége.
Ez csak azért volt fontos megemlítenem, hiszen ezzel szeretném példázni, hogy a kerékpár szövetséggel nagyon jó a kapcsolatunk. És itt kapcsolódik össze a kerékpár, úgyhogy a kerékpár szövetség. A szintén a Benkovicson, az esemény mögötti területen egyébként a rendezési tervünkben van ott egy területen, hogy ki van jelölve lakóvezetnek, illetve egy nagy terület a Benkovics utca közvetlenül rész, ahol egyébként a személydom található, ott egy ilyen sportrekreációs központra van terület kialakítva. Ezen meghagyva. És én a Törzső Zsolt elnök úrnak, a kerékpár szövetség elnökének felajánlottam ezt a területet, olyan szempontból, hogy ez a kerékpár úgy megépülne, nekik régi álmuk a Nemzeti Kerékpár Centrum létrehozása, hogy akár ezen a területen ez meg is történhetne. Természetesen ez van nagyon távol ezen időkben, akár 4-5-6 év, tehát ez nem 2 perc, de minden esetre akkor, ha mi ezt szeretnénk, ezen az úton el kell indulni. És én azt gondolom, hogy most van itt az idő pillanat, amikor neki kell fognunk ennek. Heves vitát látott ki a képviselőtestületi ülésen a horgásztavak bérleti jogának a meghosszabbítása. Erről, hogyha néhány gondolatot mondanál. Valóban így van, nem volt indulatmentes a pillanatnyi pont. A képviselők általában ilyenkor, amikor ilyen kérdés van, akkor a lokálpatriótaink, illetve a jogi ényük vihaskodik egymással. Miről is van szó? A tőzegtagunk, ugye így jó, tehát a tőzegtó, tehát ami a Breki-nél van 2 tó, ez az önkormányzaton tulajdonított terület. Jogi státuszában talán még nem is tudom mai napig sem, hiába kértük rádiumost, és folyamatban közében a völgyére azt a tájékoztatást kaptuk, hogy na most már napok kérdése, és megkapjuk, hogy valóban tónak minősítve. És ezt a területet hosszú-hosszú évek óta, talán már több mint 2 évtizede, az Isvizegi Horgász Egyesület bérli az önkormányzattól. Ez éves szinten 600 ezer forint körül összeg. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen 101 néhány isvizegi horgász jár oda pecázni napról napra, és nem csak ennyien betén, hanem a családjukat is, tehát egy viszonylag széles rétegnek kikocsodási lehetőséget nyújt. Ők nem csak, hogy fizetnek itt a 600 ezer forint bérleti díjat, hanem ezen felül rendben is tartják ezt a területet. És én azt gondolom, hogy ez így van ennyi. Viszont ugye, mint önkormányzati vagyon, és itt vannak képviselők, jelensen nincsenek olyan képviselő úr, aki ezt kifogás, hogy ezt meg kell pályáztatni, mert hogy ezért lehet, hogy más többet adna, és hogy mindenképpen pályáztassuk meg. Egyébként én azt gondolom, hogy álljunk elébe, és pályáztassuk meg. Nincs egyre semmi probléma, és hát én gondolom, hogy a Isvizegi Horgász Egyesület be fogja ütni a pályázatát, és szerintem mások igazából nem is ilyen működtetni. És hogy miért is mondom azt, hogy a lokálpatriotizmus és az olyan jogi szemlélet csap ilyenkor össze az emberben. Mert vannak is ezeken más civil egyesületek, akik akkor ha a kincsek képviselőnek a véleményt osztja egyedekbe a testület, akkor utána őket is meg kell pályázhatni. És vajon hogy is néznek az emberek szemébe, hogy ha azt mondjuk, hogy a saját sportegyesületeket pályáztassuk meg, hogy valóban ő használhatja-e a sporttelepet. Vagy a nyugdíjas klubokat megpályázhatni mondjuk, hogy amit ők használnak helyiséget, mennyi fizetnek. Tehát hát azt gondolom, hogy egy civil egyesület az nem gazdálkodó szervezetnek minősül, és főleg egy non-profit szervezetek, tehát nem a haszonra törekedne, hanem bizonyos célok mentén szerveződnek, és azokat látják el tulajdonképpen társadalmi összefogással. De én, hogy úgy mondjam, magam részéről támogatom, írjuk ki a pályázatot, és én bízom benne, hogy ugyanúgy, mint eddig, ez a 60 balányéves isvizegi szervezet ezt fog tovább is, hogy bérbőként funkcionálni. És van még egy nagyon fontos dolog. Szintén hosszú távú fejlesztési elképzelés, ültünk meg a gyűlés vezetőivel, aki a tangazdaság vezetője az ATK-ban. Leültünk arról tárgyalni, hogy állami segítséggel, és úgy néz ki erre, most van állami akarat is, az egész tórendszer rendbe kell tenni. És Isvizeg és Gödöllő között egy ilyen tudásközpontot és idegenforgalmi
központot létrehozni. És akkor ez már érinti a mitagunkat is. De most akkor képzeljük el, hogyha ez erre igenlő a válasz, akkor mennyire vagyunk véve? Egy évre, öt évre, mennyi? Tehát ugye nagyon-nagyon sok ismeretes például a dolog, és akkor előzően visszatérve a kerékpárút kérdése, a kerékpárcentrum kérdése, ez mind-mind összefügg. Mi a térségben dolgozó polgármesterek elhatároztuk, hogy próbálunk a Dunakanyarnak egy kvázi alternatíváját felépíteni itt a kelet-pesti részen, a Gödöllői dombság mentén. Hát bízunk benne, hogy a következő rendkívüli ülésen minden nyugvópontra kerül ezzel a témával kapcsolatosan. A reményteli előre mutató megoldások pedig megvalósulnak majd a jövőben, vagy a közeljövőben. Köszönjük szépen, polgármester úr! Köszönöm szépen én is, és engedjék meg, hogy éljek azzal a lehetőséggel, hogy én tudom, hogy ez elvileg adásba kerül csütörtökön, ez a pénteken is vasárnap, és hogy a lakosokat nagy szeretettel és tisztelettel várjam hétfőn 5 órától a művészházban tartandó közmeghallgatásra. Köszönöm szépen!